Köszöntöm Önöket! Az EGRI Borok Mesterei című programsorozatunk következő részében dr. Pók Tamásnál vendégeskedünk. Dr. Pók Tamás a borászat doktora. ...1995-ben milyen indítatással jött létre ez a pince, és mi ez a másik név, a Polonyi a cégnévben? Korábbi munkahelyemen én egyfajta borászkodást végeztem, amivel én nem voltam teljesen kibékülve. Azt hiszem, ez volt az elsődleges gondolat, hogy eljövök, visszajövök Egerbe, és valamilyen módon megpróbálok itt is minőségi bortermelést folytatni. Ez volt az egyik. A Gyuri, Polonyi György gyerekkori barátom, tehát Gyurival összeálltunk. Összetugtuk a fejünket, a pénzeinket, meg a jó szándékunkat, és azt gondoltuk, hogy valamit tenni kéne az EGRI Bikavérért, illetve ezen a márka fejlesztésen keresztül magáért, az EGRI borvidékért is. Tehát ez volt az elsődleges cél, hogy valamilyen módon segítsük Egert, az akkori, már az abban az időben jelenkező villányi dominanciának a jelei mutatták ezt, hogy valamiféle ténykedést vagy valami segítséget el kéne kezdeni. A családnak van egy mai napig is az a pince, ami ott a halon látható, Tihaméren, azonban ez nem volt elég, tehát ez túl kicsi volt, már indulásnál is rájöttünk, az infrastruktúrája nem volt meg, tehát gáz, telefon, villany, ilyesmi. Úgyhogy körbejártuk a várost, több pince soron próbálkoztunk, és végül itt a Verőszalában választottuk ezt a jelenlegi is a 66-os számú pinceházat, borházat, pincét, amelyről utóbb kiderült, hogy valamikor valóban a családhoz tartozott, az egyik anyai ágon. Azt hiszem, hogy az édesanyámnak a nagybátyája volt egy darabig legalábbis ez a pince. Itt megtaláltuk mindent, és ezért itt elkezdtük az építkezést, a fejlesztést, és lassan apránként egyik tartályt a másik után, a hordókat, és így tovább szépen felszereltük. Közben pedig ment a területek gyűjtése is. Nekem már volt azért induláskor egy pár dűlőben kisebb területem, de azokat még bővítettem, újakat vásároltam lehetőleg szomszédos parcellákból, és így lassan-lassan összeállt egy olyan 6, jelenleg 7 hektárnyi ültetvény, háttér. Ezek a valóban a legjobb dűlőkben vannak. Egethegyen, Síkhegyen, Nagygalagonyáson, Rádéban, aztán Andorak táján is van a zengő, Tóthegyen is. Tehát azt hiszem, hogy elég jó sikerült ez a válogatás, és a pajdosi az a legfontosabb. Ott egy olyan 3 hektáros kis birtokot próbáltam kialakítani, ahol az említett superior számára minden, tehát sokféle, 6-7féle vörösbor van, nagyon jó fekvésben, és fehéreket is ültettünk. A nagyhordókat szeretjük jobban, hiszen a gyümölcsösséget ezekben az idősebb, egyrészt idősebb hordókban, másrészt pedig egy ilyen nagyhordóban más a bor és a hordófa felület aránya. Tehát ezért kevésbé veszít az elevenségéből, a gyümölcsös frissességéből a bor, ha ezekben a hordókban nevelgetjük. Szemben a barikhoz, ahol egyrészt a fa is más, a pörkölési aromák is nyilván jelentkeznek, és ezek mind valahol a gyümölcsösség rovására mehetnek. Nyilván egy komoly, nagy testű vörösbornál kellenek ezek a bariki jegyek is, főleg a mai ízlés Magyarországon egyre inkább kívánja, tehát ezért vannak jelen a barikhordók is. Megoszlik a fogyasztók véleménye. A rendkívül sokféle ízben, minőségben, árban rendkívülféle kusza helyzet van. Nagyon sokféle bikavér forog a polcokon, és nem tudnak az emberek eligazodni. Tehát ezen próbáltunk mi is egy kicsit változtatni. Aztán ahogy jött, telt múlt az idő, jöttek elő több termékekkel, próbálkoztunk, tehát a fehérborral is, a Leánka, illetve annak a küvéjével, az engővel, aztán kékfrankosokkal és még-még vörös, kékfrankos és kaberni bázisú vörös küvéborokkal. Én azt szoktam mondani kóstolókon, meg így barátok között is, ha beszélgetünk a borról, hogy ha egyszer erre valaki ráérez, amit mindjárt mondok, akkor az önmagában bőven elég ahhoz, hogy
hogy szerelmesen legyen, elkötelezettje legyen a borászatnak, illetve a szőlőtermesztésnek. Hát képzeljük el, ugye, mint a régi időkben van négy őselem, a levegő, a tűz, a víz és a föld. Ezekből gyakorlatilag a mai ember, a mai kor embere is létrehoz egy értéket, egy élőlényt, a szőlőt, megtermeli. Ami már önmagában egy csoda, és hogyha ez sikerül, és ez olyan, ami ennek ő szeretné, akkor egy újabb csoda folyamat segítségével ez az erjesztés a mustból bort készít, ami önmaga egy szép élmény, egy nagyszerű dolog, és ennek tanulja lenni, hogy ez az átalakulás végbe megy, plusz még utána a bor szépségeinek is, ez egy olyan misztikus erőt ad az egész folyamatnak, amit ha tényleg megtapasztal valaki, akkor örök életére rabul ejti, és elkötelezettjévé teszi. Most, hogyha ezt megpróbáljuk folyamatosan, és a borászatban ez a szép, hogy ez nem egy megunható folyamat, hanem ez mindig megújuló, ahogy az évjárat egyes részleteiben változik, a napfény, az eső, és így tovább, és a maga a növény, a talaj is változik. Nem beszélve, hogy az ember is folyamatosan fejlődik, és nem lehet ugyanazt a bort soha még egyszer elkészíteni. Tehát ez egy olyan önmagát megújító és fönntartó folyamat, amely tényleg lebilincselheti az embert örök életére, illetve több nemzedékre is. Tehát én ezt tartom a borászat, a míves borászatnak a egyik legfontosabb ismérvének, ahol a szépség, az alkotás megjelenik egy olyan értékben, olyan termékben, ami nem csak az alkotójában, hanem a fogyasztójában is hasonló húrakat, vagy hasonló szépségeket indít el. Ez az egyik. A másik, hogy megpróbáljuk a bor saját fejlődésére, tehát a hordóra és az időre a saját fejlődését rábízni. Tehát ebből most két dolgot is, fontos dolgot is elmondtam. A hordó a bölcsője, a nevelője a bornak. Amikor eltelik 10 hónap, vagy akár 2 év is, egy vörös bor esetében, akkor fölkészül a bor arra, hogy megszülessen, tehát a palackba kerülve napvilágot lásson. Ez a hordó nélkül nem ugyanúgy zajlik végbe, nem ugyanúgy következik be. Nem nagyon avatkozunk be ebbe a folyamatba, hanem rábízzük a hordóra, illetve az időre, ahogy mondtam is már. Annyit teszünk csak mindössze, ha a hordókat teletöltögetjük időnként, időről időre, és a kén, szabad kénesebb szintet állítjuk be. Amikor a fejlődésének egy bizonyos szakaszáig elérkezett a bor, amikor már meg tudja mutatni, hogy mire képes, mit tud hozzátenni egy házasítás során egy küvéhez, akkor járjuk vissza, oda és vissza a hordókat, és kiválasztjuk azokat a tételeket, amelyekből itt a laborban össze tudjuk állítani azt a bort, ami a leginkább tükrözi az arculatát a pincénknek, a szándékainkat. Leginkább el tudjuk vele mondani a világról alkotott elképzeléseinket. Ez egy hosszú folyamat. Összegondolkodtunk, és azt találtuk ki, hogy bármilyen nehéz is a bikavérrel dolgoznunk, mégis szükségünk van. A márkát nem szabad elfelejtenünk. 3 fő oka van ennek, ahogy megfogalmaztuk, miért van szükség a bikavérre. Az egyik ugye a tradíció. Ez egy olyan örökség, amit ránk hagyományoztak az elődeink, nem szabad félre söpörni pillanatnyi nehézségek miatt. Készen van ez a márka, meg van fogalmazva, ismerik, tehát ez a második fontos oka, hogy miért is folytassuk. A harmadik pedig egyfajta szabadságot biztosít a borász számára is ez a házasítás, hiszen minden egyes alkotás egy önkifejezésnek a lehetőségét, eszközét adja, másfelől pedig egy maga a teremtés, ezek ilyen kicsit talán nagy szavak, de ez a lényege a míves borászkodásnak, hogy azokból a komponensekből, amelyek akár középszerűek, vagy csak jók legyenek, egy ügyesen megválasztott arányjal, egy jó házasítással, társítással, ha mondhatom így, egy magasabb szintű harmóniát tudunk teremteni, és ez egy nagyon jó érzés. Ez szép dolog születik a kezünk között. Tehát ezek mind együttesen azt erősítették bennünk, hogy szükség van a továbbiakban is egy gripkavérre. A következő kérdés, hogyan?
és akkor azt gondoltuk, hogy előre menekülünk, megteremtjük az eredetvédelmi rendszert, és ebben a Bikavért magasabb szintre próbálkozni, és azt elneveztük Bikavér Superiornak. Ami lényegében egy technikai megoldás, egy olyan átmeneti helyzet, amikor a 4-5, illetve minél nagyobb számú fajtát még nem tudja minden borász azonos termőhelyen. Tehát a dűlő megnevezés az még nem igaz, mert hogy több helyen vannak a fajták szétszorva. Tehát eddig, amíg az be nem következik, addig egy általános minőségi szigorítással, követelmények fokozásával próbáljunk egy különböző bort létrehozni. Ez legyen akkor egy superior, így latinosan ejtve, ami egy magasabb rendű kiemelt a jelentése, és ezáltal, ha valóban sikerül egy átütő, lényegesen, tehát 2-3-szorosan megfogalmazható, mérhető minőséget, javulást produkálni, akkor ezt az árban is ugyanígy érvényesítettük volna, tehát a jelenlegi 2-3-szorosáért kellene, hogy a polcokon megtalálják a fogyasztók. Nos, ez a folyamat elindult döcögve, nehézségek árán, de végül is egy törvény született, amely hatályba lépett 2004. január 15-én. Ugyanezt bizonyos lobby munkával megtámadták és felfüggesztették ennek a hatályosságát, de megpróbáljuk visszamenőleg újra érvényesítetni, hogy 2002-es évjárattól már lehessen szuperiornak írni a Bikavér, szebb Bikavér tételeket. Illetve folyamatosan dolgozunk azon, hogy ez meg is valósuljon, tehát a minőség meg is valósuljon. Ténylegesen jóval átütő jelleggel jobb minőségű borokat tudjunk készíteni. Ott indul a dolog, hogy az ültetvény hol helyezkedik el. Eger környékén a dűlők már föl lettek mérve, egy bizonyos gazdasági, ökológiai adottságokat felsoroló rendszerben, ami 0 és 400 ponttal jutalmazza, vagy értékeli a dűlők egyes adottságait. Tehát azt mondtuk, hogy 300 pont fölött lehetséges eleve, vagy egyáltalán pályázni, gondolkodni azon, hogy én olyan szőlőt állítsak el, olyan termesszek, amiből Bikavér Superior készíthető. De a termesztés további, tehát a művelésmód, a térállás, minden egyes mozzanat, természetesen a szüreti idő, a terhelés, mind-mind le van szabályozva, és szigorúbban vannak a mércék felállítva. És ez ugyanígy tovább a borászatban is, tehát hordós érlelés egy évig, palackos érlelés egy évig, ezek mind olyan hosszabb és szabályozott erjesztés, faélesztőkkel, tehát minden egyes tényező próbáltuk a figyelmünket kiterjeszteni és úgy szigorítani, hogy abból a minőség az garantálható legyen. Aztán elindultunk a dűlőszelektál, önmagában egyáltalán a kékfrankossal, hogy azt megjelentettük önálló fajtaként, sőt, dűlőnként is bemutattuk, a nagy galagonyási volt 96-ban az első, ami viszonylag tényleg sikeres, szép eredményeket hozott nekünk. Aztán a kék, megjelent a nagy egedi kékfrankos is. Eltelt egy pár év azóta, hogy megalakítottuk az Egri Bormérszéget. Egy bizonyos területen jól működik. Közösen jelenünk meg, képviseljük az egri borászatot. Ugyanakkor azok a gazdaságpolitikai lehetőségek, ami bennünk, mint erő, tehát erővel megáldott vagy felruházott egyesület lehetőséget megadna, ezt nem tudjuk kihasználni. Tehát sem közösen nem tudjuk értékesíteni a borainkat, sem a termelésben nincs még meg az az összhang. Úgy érzem, hogy itt nagyobb lehetőségek vannak, amint azt kihasználtuk eddig. Ha megjelenik a Bikavér, az csak superior formában fog már a mi pincékben készülni. Tehát nem akarunk a korábbi, nem is tudom, hogy az egyszerű, vagy az alapfokban beszélgetni és készíteni a Bikavért, ezt meghagyjuk másoknak, hanem azt gondolom, hogy a 2-3-4-5 ezer palack maximum volumen mellett a Superiort fogjuk készíteni továbbra. Hogy látja a borvidék, tehát az egri borvidék magyarországi helyzetét, és összességében Magyarország helyzetét a világ borpiacán? Nem túl jó a kép, amennyire én
szegeztem magamban az utóbbi időben, nem hiányzik a magyarból sehonnan. Tehát, hogyha nem lenne, akkor legfeljebb a Tokajt egy páran keresnék az elején még, de szerintem észre se vennék, hogyha nem lenne magyar bor továbbiakban. Ez elég szomorú, és úgy gondolom, hogy egy kicsit minket is minősít, hogy elindultunk 10-15 évvel ezelőtt egy úton, és ezt nem tudjuk igazán. Lehet, hogy nem elsősorban a mi hibánk, de alapvetően én érzem a felelősséget rajtunk is. Nem tudtuk azt megteremteni, amit szerettünk volna. Egyelőre legalábbis így látom. Tehát nem túl jó a helyzet, a magyar borok helyzete. Annak ellenére mondom ezt, hogy viszonylag a Monarchia Kft. Segítségével én elég sok helyre el tudtam juttatni a borainkat. Elsősorban az Egyesült Államokban, szép helyekre, jó éttermekben és így tovább kaphatók, de általánosságban mondom, hogy nem rózsás a helyzetünk. Egyfelől van egy túltermelési válság a világon, ami az EU tagságunkkal még jobban érezhetővé vált, még jobban begyűrűzött ide hozzánk Egerbe is. Másfelől pedig, ami nagyon hiányzik, egy összefogás. Itt a borvidéken belül, a borvidékek között, Magyarországon általában. Tehát mind a termelésben, mind pedig az értékesítésben nagyon nagy szerepe lenne egy olyan erős borásztársadalomnak, amelyik irányítani tudná a termelést, akár minőségben, akár volumenben, másfelől meg tudná őrizni függetlenségét, vagy akaratát érvényesíteni tudná a kereskedelemmel szemben is. És ebben az egri borműves cégnek rendkívül nagy jelentősége, szerepe lehet, vagy talán már kezd is lenni. A nemzetközi borízlés olyan típusú vörösborokat részesít előnybe, aminek az előállítása Magyarországon, de különösen itt az északi részeken nem olyan könnyű. Sokkal több ráfordítást kell nekünk az ültetvényekre áldozni, mint mondjuk Horvátországban, vagy még délebben, Szicíliában az ottani termesztőknek kell, és sokkal kevésbé gazdaságosan tudjuk, hogyha egy jó évjáratban tényleg egy rendkívüli jó alapanyagot tudunk előállítani, azt nem tudjuk csak 10 évből egyszer, legfeljebb kétszer, tehát nem gazdaságos, és nem lehet olyan könnyen reprodukálni. Ezért azt gondolom, hogy a nagy fehérbor, tehát hogyha lehet ilyen jelzőket használni, akkor a nagy vörösbor helyett inkább a nagy fehérbort kellene megpróbálnunk itt megfogalmazni és elkészíteni Egerben, azt gazdaságosabban és minden évben, vagy nagyon sok évben tudnánk újra készíteni. Kiemelném, hogy az így készült bor az nagyon kiváló legyen, tehát minden tekintetben a legjobb minőséget próbálja meg tükrözni. Ezen túlmenően egyedinek kell lennie, hiszen nagyon sok szép, kiváló nagy bort készítenek számos helyen a világon. Tehát ahhoz, hogy mi sikeresek legyünk, akár a piaci versenyben, vagy egyáltalán a fogyasztó körében egy önálló színfoltot jelenthessünk, ahhoz az kell, hogy egyedi, sehol máshol meg nem ismételhető bort készítsünk. Olyan bort tudnánk készíteni, amelyiket sehol a világon máshol. Elég csak a szép savainkra gondolni, vagy az illatokra, az aromákra, amelyek ebben a klímában nem égnek el, nem oxidálódnak, hanem ettől lesz egyedi az egri bor. Egy bikavér arculatot, egy bikavér etalont fogalmazni önmagunk, tehát a borászok, a termelők felől, és a fogyasztók irányába is ezt kommunikálni kell, hogy elfogadják el, hogy ez lesz innentől kezdve a bikavér. Ha ez megvan, akkor ez nem kis dolog, ha ez megvan, akkor ezen lehetne tovább úgy dolgozni, fejleszteni, hogy úgy finomítani, hogy minden egyes dőlőnek, vagy minden egyes borásznak meglegyen a saját finomra hangolt, külön kis arculata ezen a bikavére, superiorom mondjuk, ezen a körön belül. Én azt gondolom, hogy ennek lenne létjogosultsága, és meg lennének a feltételei. De a csomagolásnak úgy összességében, tehát a palasz formának, és így tovább, azt hordoznia kell, közvetíteni kell, hogy egészen másról van szó. Valahol hallottam, hogy talán nem szerencsés ez az Egri Bikavér Superior,
amiatt, hogy benne van az, hogy egri és hogy bikavér. Mert valaki csak idáig jut el, hogy egri, és már fordul is tovább, esetleg elolvassa azt, hogy egri bikavér, akkor is elfordítja a tekintetét. Nagyon figyelmes és kíváncsi kell, hogy legyen az a fogyasztó, aki végigolvassa, és eljut odáig, hogy ez most egy szuper, egészen másról van szó. Tehát ennek szinte süvöltenie kell a címkéről, vagy az egész megjelenésében a palackról. Hogy ezt hogy fogjuk tudni elérni, az még nem teljesen lezárt kérdés. Mindenképpen valamilyen megkülönböztető jelzésnek, nem csak az, hogy egri bikavér szuperi, hanem egyéb fontos és látványosabb jelzésnek is kell, hogy legyen a palackon, hogy a fogyasztó szinte kiugarni lássa a polcról ezt a bort. Nem várhatjuk el a fogyasztótól azt, hogy figyelmesen tanulmányozza a címkét. Nem mindenki tudja ezt sem időben, sem egyéb okoknál fogva megtenni. Tehát ezt nekünk kell közvetíteni. Ehhez a borászoknak vagy aktívan részt kell venni, vagy egy olyan szervezetet kell, olyan kereskedőházat mondjuk, vagy marketing intézményt kell létrehozni, amelyik ezt kommunikálni tudja, bemutatni folyamatosan a fogyasztóknak, amíg meg nem tanulják. Tehát egyrészt külön-külön minden egyes bikavérre nem lehet, tehát nem tudjuk ezt felvállalni. De ha már van egy superior mondjuk, amit egy egyesület, a jelen esetben az egri borműves cég védnöksége alá vesz, valamilyen közös jelzéssel, és a továbbiakban is közös tevékenységben ellenőrizés és a marketing, tehát a promóciót végig tudja vezetni, akkor ez egy nagy segítség lehet. Tehát folyamatosan kell bemutatókat tartanunk, folyamatosan kell erről cikkeket a médián keresztül, egyéb információkat eljuttatni. Ellenőrizni kell ezt a minőséget, hogy még magunk se hibázunk véletlenül se, nem pedig esetleg más arra illetéktelen, sajnos megtörténik napokban, napjainkban is ez, illetéktelen is használhassa ezt a nevet, és a hasznot levehesse róla. Eredménynek fontosabb, sikernek, hogy komoly éttermekben találhatók a boraink. Nem csak Magyarországon, hanem elsősorban az Egyesült Államokban. Én magam is New Yorkban 3-4 olyan étteremben voltam, ahol örömmel, hát megismertek, mikor beléptünk, és örömmel mutatták, hogy milyen nagy eladási számok vannak, az egyes pedig a Rhapsody esetében jó árakon mentek el, és szerették az emberek. És nem csak egy vagy két alkalommal, hanem folyamatosan utána rendelik ezt a bort. Tehát jó helyen többször rendelik, az egy nagyobb számomra, vagy számunkra nagyobb elismerés, mint hogyha egy tétel kapott volna valamilyen szép virágverseny, egy szép csillogó érme. Aztán, ha sikerül ez a superior, azt hiszem abban is egy vezető helyet foglaltunk el, tényleg Gál Tiborral, Tumererrel és Simonja Jóskával együtt indítottuk ezt így a borműves cégen belül. Ha ez összejön, akkor és tartósan meg tudjuk teremteni, akkor azt hiszem ez egy nagy siker lesz mindannyiunknak. Dr. Pók Tamás látott bennünket vendégül. A következő alkalommal Gál Tibor pincészetében fogunk forgatni, ahol Gál Tiborral, a névadóval sajnos már nem találkozhattunk.